Nagy a sütgésforgás a tolnai magházban. A gasztronómia barátai ezúttal az orosz konyha ízeibe kóstolhattak bele, mi több, el is készíthettek néhány jó fogást. A gasztró este a Házi Praktikák című sorozat egyik darabja volt. A Házi Praktikák című programban mindenfélét mutatunk be, tehát egészségmegőrzéstől kezdve szakácskodás, népművészet, kreatívkodás, pszichológia, tehát minden ágát próbáljuk megmutatni az embereknek, ami belefér ebbe a Praktikák című programba, amit tudunk otthon is használni. De a legnagyobb sikere mindig a főzésnek van. Nagyon sok ember csinálja azt, hogy inkább étterembe fizet be és üzemi konyhán étkeznek, és a családi idillt elvesztette azt, hogy otthon főzőcskézünk együtt, és megesszük azt a finom ételt, amit elkészítettünk. Én úgy gondolom, hogy van jövője ennek, hogy együtt főzünk, sütünk, és úgyhogy egy nagy társaság, itt vagyunk 20-25-en hölgyek, és együtt készítjük, ennek megvan a maga varázsa. Mint régen is a nők, amikor beültek a fonóba és beszélgettek, ez egy kicsit ilyenné válik, és most is iszunk pezsgőt, orosz italokat, és most egy picit az orosz kultúrába fogunk belekóstolni. És 4 fajta orosz étel lesz elkészítve, meg egy húsos fánk. Ideig minden programon az volt, hogy vitték a recepteket, és otthon örömmel dicsértek, hogy megfőztük ám, megsütöttük ám az ételeket, és hogy örültek otthon neki. Ez inkább egy kicsit ilyen szemléletváltás, hogy picit csempészünk be olyan dolgokat az otthoni konyhában, ne csak a megszokott ételeket együk. Az orosz konyha ízvilágát ezúttal a Pakson működő orosz klub hölgy tagjai hozták át Tolnára. Gyorsan és egyszerűen elkészíthető ételek összeállítása volt a cél. A klub 2002-ben alakult, és azt a célt tűzte ki maga elé, hogy ápolja a nemzeti kultúrát, és lehetőleg vigye közelebb annak értékeit a magyar közönséghez. Minden nemzet abból főz, abból gazdálkodik, amit terem. Ott a kertikben. Mi terem? Oroszországban. Ugyan nem olyan jó a éghajlat, mint Magyarországon. Mink van? Krumpli, cékla, káposzta, sárgrépa. Többnyire ezek a orosz saláták, vagy orosz ételek alap ingrediensei. Most is ezeket hoztunk, és nagyon sok saláta van az orosz konyhában. Zöldségsaláták, halsaláták, hússaláták. Ma 7 féle salátát fogunk készíteni összesen, de ez sárgarépa saláta, cékla saláta, vagy ilyen vegyes zöldségsaláta, aminek annan neve, hogy vinyegrét, meg lesz zöldségsaláta, ott lesz zöldhagyma saláta, lesz még a kalmár saláta, majd módszeresen megcsinálunk a munkállomásokat, és külön-külön elkészítünk minden salátát. Az is jellemző az orosz konyhára, hogy ugye a salátákra, hogy többnyire majonézzel készülnek, mondjuk nem annyira egészséges, viszont ugye orosz nép arról is híres, hogy sokat iszunk, és a majonézben sok a protein, és ezért felszívja az alkoholt, hogy lehet ártalmasan és következmények nélkül többet inni. Szóval szerintem minden összefügg, hogy alakul az emberek étkezés szakásai, ivás szakásai. Szóval egyrészt, hogy abban gazdálkodunk, amink van, és másrészt, hogy próbálunk beledobni maximum kreativitást, mert tényleg annyiféle saláta létezik az orosz konyhában, én ezt másik konyhákban nem láttam. A lehetőségek végtelenek, csak a kreativitáson múlik, hogy mi sül ki a végén. A lényeg, hogy jó ízű és ha lehet egészséges legyen, mondta Marina, aki mellesleg a Paksi atomerőmű mérnöke. Most is, amikor belépett az internet, újabb és újabb salátak kerülnek ugye napi rendre, vagy az orosz asszonyok nagyon kreatívak, hogy én csak olvasom és bámulom, hogy ugyanezekből, csak egy kicsit másként. Ahol járunk a világon, mindenhol vannak oroszok. Sokan vagyunk, mint az oroszok. Ott kezdődik. És ugye, ahol laknak az oroszok, ők rendszerint szeretnének úgy táplálkozni, ahogy otthon. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden nagyobb városban van minimum 1 orosz bolt, és minimum 1 orosz étterem.
Budapesten például van több orosz bolt és több orosz étterem. És már sokan vannak oroszok, akik itt élnek Magyarországon, és úgyhogy ezek az éttermek nem csak orosz emberek számára készültek, hanem mindenki számára, aki bejön, megrendeli és kifizeti. Ó, nekem sok van. Én szeretek enni. Szerencsére nem látszik rajta még egyik. Tehát én nem is tudnám megmondani. Én minden szeretem, amiben van darált hús, rizs és bármilyen zöldség. Szóval ez nekem ez az irányzat, amit úgy kedvelem. Az a tapasztalat, hogy az emberek szeretik az új dolgokat. Szeretik megkóstolni, amivel eddig még nem találkoztak, mondta az orosz klub vezetője. Nagyon remélem, hogy az itt adultnak részei lehetnek a háztartásoknak, a magyar konyhának is.